Szaloncukrokat, húsokat, borokat ellenőriznek egész decemberben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés keretében. A felügyelők ilyenkor nem csak a karácsonyi vásárokat járják végig, hanem az éttermeket és boltokat is. Azt nézik, hogy például megfelel-e a valóságnak a terméken feltüntetett megnevezés, megfelelő-e az alapanyag minősége, és nyomon követhető-e a termék. A szaloncukron például van-e magyar nyelvű jelölés, és megvannak-e az árusításhoz szükséges dokumentumok. Országos szinten szankcióval járó súlyos higiéniai jelölés és dokumentációs hiányosságokra is bukkantak a felügyelők. 126 kg halat kellett megsemmisíteni ismeretlen eredet miatt, Tolna megyében azonban csak figyelmeztetésben kellett részesíteni a vállalkozókat a szabálytalanságok miatt. Jakab Zsigmond, a Tolna megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földhivatali főosztály vezetője szerint ennek az az oka, hogy az élelmiszervállalkozók már számítanak a hatósági kontrollra. Viszonylag kevés hiányosság került feltárásra, csupán 4 esetben kellett figyelmeztetést kiszabniuk a kollégáimnak, 3 esetben élelmiszerforgalmazás vonatkozásában tapasztaltak kisebb hiányosságokat, és 1 esetben pedig borok vonatkozásában nem volt megfelelő a jelölés, ezért kellett figyelmeztetni az előállítót. Egy boltban követtek el súlyosabb szabálytalanságot, ahol Tolna megyei borként kívántak eladni egy másik borrégióból származó italt. A szezonális ellenőrzés az év végéig folytatódik. Az érintettek mind az ünnepi rendezvényeken, mind az élelmiszerlánc egyéb területein számíthatnak a hatósági kontrollra az ország egész területén.